Nem olyan régen készítettem egy videót Darth Maul teljes történetéről, a kánont és a legendákat egybevetve, ebben pedig említettem egy történetet, melyben Darth Maul megszabadult a fekete nap vezetőitől Pápatin utasítására, ez volt az egyik legfontosabb küldetése a bajós árnyakot megelőzően. Mivel korábban nem volt lehetőségem ezt a történetet elolvasni, egy részletesebben nem mentem bele az eseményekbe, csak a végkifejletbe, most azonban a My Centernek köszönhetően megszereztem azt a képregénykötetet, amelyben egyebek között ez a történet is olvasható, így most erről a már a klasszikussá vált legendák képregénysorozatról hoztam nektek egy kis bemutató videót. Először is néhány előzmény. Miután Móla a című regényben megszerzett egy nukleáris fegyvert a 7-es börtön mélyéről, azt a Bandó Gora nevű bőnszervezethez juttatta el, mely a fekete nappal együttműködve lebombázta Darth Plagueis a Sojourn Holdon lévő főhadiszállását. Az egész akciót Palpatine tervezte, mert első körben így akart megszabadulni a mesterétől. A célját viszont nem érte el, Plagueis túlélte a támadást, Palpatine közbenjárása viszont nem került a napvilágra a fekete nap részvétele miatt. Ezután viszont a szervezetnek buknia kellett, hiszen a mester életére törtek, másfelől pedig túl erős volt a jelenlétük a galaxis minden szegletében, így a Nabu tervezett blokkátját is akadályozhatták volna. A fekete nap lefejezésének feladatát természetesen Mól kapta meg, ám Sidious lelkére kötötte, hogy ne teljesen semmisítse meg a bűnszervezetet, mert a későbbiekben még hasznos lehet számukra. Korábbi próbatételeinek teljesítése jutalmául, illetve a küldetés sikere érdekében Molnak ajándékozott egy felfegyverzett futárhajót, amit erősen átalakítottak annak érdekében, hogy kiszolgálja egy szit orgyilkos szükségleteit. Ez a hajó természetesen nem más, mint a szimitár, melyet a bajós is láthattunk. A hajó hat lézerágyúval és egy átszázó berendezéssel volt felszerelve, a fedélzeten pedig található volt egy sikló motor és néhány kutazdroid is, ami jelentős előnyt biztosított molnak a terep munka, különösen a felderítés szempontjából. A fekete nap szervezete kilenc részre oszlott, melyet egy-egy úgynevezett vígó vezetett, míg fölöttük állt a szervezet egyszemélyi vezetője, őket kellett eltenni lábalól. Mól elsőként egy Darnada nevű vígót keresett fel, aki egy mélyűri lebontó és eltávolító nevű állomásról működtette üzleteit. Mielőtt az emberek tanítvány megérkezett volna hozzá, egy hát Monsár nevű nejmoidi tartózkodott épp nála, aki információt akart neki eladni a szitek visszatérésével kapcsolatban. A dákfajba tartozó gangster viszont nem hitt neki, így visszautasította az üzletet. Darnada hatalomra jutása előtt egyébként az apja működtette ezt az üzletét, az egyik legfőbb finanszírozója pedig a Damaszk vállalat volt, élén Hégó Damaszkkal, Alias Dart Plagueis-szel, így tudta nélkül maga is kapcsolatba került a szitekkel több ízben. Móle közben felkereste a férfi két csatlósát és rávette őket, hogy vigyék a főnök elé, mert csatlakozni akar a fekete naphoz. Természetesen nem ez volt a tanítvány igazi szándéka, hanem bejutni a belső körbe, ahol mindenkit lemészárolt, kivéve az őt odajuttató csatlóst, akinek az volt a szerepe, hogy hírét vigye a támadásnak és azt a látszatot keltse, hogy ez egy belső konfliktus a fekete napon belül, mód pedig egy másik vigó küldte. Nem sokkal később múl egy másik alvezért, a Mon Calamari Mont is megölte, előtte viszont kiszedte belőle, hogy a fekete nap vezére, Alexi Gerin mester az összes vigót összehívta egy tanácskozásra a Ráltil bolygón, hogy kiderítse, valóban belső akcióról van ez szó. Így hát ez lett mól következő célpontja, ahol könnyedén átvágta magát a vigók csatlósain és mindannyiukat megölte. Egyedül Gerin testőre jelentett számára kihívást egy Migella nevű éjnővér, ám őt is sikerült legyőznie, majd magát Gerint is eltette lábalól. Hazatérése után Sidious egy újabb feladattal várt őt, melynek miben léte ugyan a képregényből nem derült ki, de mi tudjuk, hát Monsár az áruló Neymoidi kivégzésére küldte őt, aki az utolsó veszélyforrás volt a szitek lelepleződése szempontjából, már közvetlenül a bajós eseményei előtt. Ennek történetét a Darth Maul a Vadászó Árnyék című regényből ismerhetjük meg. Később természetesen a Bandógora, később természetesen a Bandógora is megkapta jutalmát a plégi szelleni támadásért, mint az abban résztvevő másik bűnszervezet. A szervezet vezetőjét Komari Vossad Django fettölte meg, akit már Sidious Mold követő következő tanítványa, Dooku bérelt fel annak érdekében, hogy kiderítsék, alkalmas lehet a klónhadsereg minta alanyának. Ezt a Bounty Hunter című játékban láthattuk. Természetesen végül a fekete nap is újra megerősödött, mégpedig Caesar herceg vezetésével, mely történet pedig a Birodalom árnyai, avagy Shadows of the Empire történetébe vezet idővel. Ez hát a legendákba tartozó Darth Maul képregény sorozat története, mely már tényleg egy igazi klasszikussá vált. Én pedig a Star Wars Legends Epic Collection Rise of the Sith Vol 2 című kötetében tudtam ezt elolvasni, ami egy ilyen jó kis vaskos legendák képregény gyűjtemény. Ebbe az Epic Collectionben mind ilyennek tartoznak, számos legendák történetet teljes egészében el lehet ennek a sorozatnak a részeként olvasni. A My Comic Center felületén pedig ezek közül több is elérhető, szóval hogyha érdekelnek benneteket ezek a képregény akkor mindenképpen csekkoljátok le, természetesen a linket megtaláltok hozzá a leírásban. Az oldalon való navigáció egy kicsit nehézkes lehet, hogyha most jártok rajta először, így még abban a videóban, amiben elsőként bejelentettük a közös együttműködésünket, csináltam egy ilyen kis guide ahol megmutattam, hogy hogy tudtok eligazodni az oldalon, de egyébként szerintem, hogyha beírjátok, hogy Star Wars Legends Epic Collection, akkor a kereső révén is fel kellene dobja ezt az oldal, de ebben nem vagyok egészen biztos. Minden esetre legendák rajongóknak mindenképpen mindenképpen ajánlom ezt a szériát. Van még benne egyébként ebben a kötetben egy másik történet is, ami a 90-es évek végén indult fősodra Star Wars képregény sorozat, melyet később Republic címen emlegettek, annak az első sztoriát a Prelude to Rebellion-t meséli el, ami egyebek között annak a sztoria, hogy hogyan lett Kiadi Mundi a Jedi tanácsnak a tagja, szóval, hogyha szeretnétek, ezt a történetet is bemutatom egy hasonló videó formájában mielőtt elköszönnék, még arra szeretném felhívni a figyelmeteket, hogy jövő hét vasárnap, tehát augusztus 25-én ott leszek a Fantasy Expo, ahol a Star Wars jövőjével kapcsolatban fogok egy előadást tartani, illetve ott leszek egész nap, szóval találkozni is tudtok majd velem. Valószínűleg a Discordon megbeszélünk majd egy konkrét helyet és időpontot, ahol egy ilyen közönség találkozó jellegű kis összefutást is lehet majd csinálni. Úgyhogy, ha szeretnétek velem találkozni, akkor nyugodtan gyertek el, meg egyébként is egész izginek tűnik ez a Fantasy Expo, úgyhogy gyertek el, nézzetek szét, hallgassátok meg az előadásomat, esetleg más előadásokat, hogyha valami felkelti az érdeklődéseteket, illetve hát találkozzunk és beszélgessünk egyet is. Köszönöm szépen, hogy velem tartottatok, hogyha tetszett a videó, akkor nyomjatok egy lájkot, vagy iratkozzatok fel a csatornára, hogyha még nem tettétek volna meg. Ha pedig szeretnétek támogatni a munkámat, akkor a szuper köszönet és a csatornatagság mellett ezt most már mörcsvásárlással is megtetitek. Sziasztok! Az erő legyen veletek!